Aztán megszoktuk, hogy a Beremendi strandon időről időre vannak sportolók, akik itt készülnek fel. Most egy új sportág is megjelent, itt a vízilabdázók, a PSN ZRT-nek az utánpótlása. Ti hogy kerültetek ide a Beremendi strandon? A Covid-járvány miatt egy nyitott strandot kerestünk, hogy bármilyen helyzet van, azért tudunk jönni, ez az egyik szempont. Másik az, hogy mi nagyon pici korosztályra érkeztünk, tehát a 10 évesek fiatalabbak, de van 6 éves is nálunk, és hogyha esetleg valami probléma van, hogy hiányzik az anyukája, akkor ne legyünk azért olyan messze Pécstől. És Lukács Gerő, az utánpótlás szakágvezetőnk kereste nekünk ezt a helyet, mert mondta, hogy itt nagyon szép a környezet, jó a strand és a meleg a víz. De nálunk ez is fontos szempont, hogy egy 27-28 fokos víz legyen a kicsik miatt, hogy ne fázzanak annyira. A PSN ZRT-től érkeztetek, ők talán a legkisebb korosztály, akkor viszont a PSN ZRT-nek van egy nagyon sikeres vízilabda szakosztálya. Remélhetőleg ezek a srácok is valamikor majd ennél nagyobb szinten is tudják ezt űzni majd. Igen, nagyon jó kiáltásaik vannak nekik, szép számba vagyunk, tehát azért nagyon sokan vagyunk a kicsiknél, most itt 25-en vagyunk, de még jó néhányan maradtak otthon, nem mindenkit engedtek el a szülei, vagy esetleg ugye nyár van, úgyhogy valakik nyaralni mennek, vagy nagymamává vannak, de azért a jövő héten már 50-en leszünk várhatóan, és akkor még elkezdjük majd a toborzást is. De igen, szóval itt az egészen a kicsi korosztályoktól a nagyobbikig a legjobb csapatok között vannak csapataink, tehát ilyen a bajnok esélyes csapataink vannak országos szinten. A vízilabda egyébként is egy magyar sikersportágnak számít, én azt gondolom. Az, hogy egy versenyzőből tényleg sikeres vízilabda legyen, azt gondolom ilyen kiskorban már el kell kezdeni, vagy talán még ennél kisebb korban. Igen. Esetleg ilyen 12-13 évesen lehet még elkezdeni, de akkor az úszótól kell, hogy átérkeznek. Tehát nagyon magabiztos úszás tudásra van szükség. Azt is látjuk, meg tudjuk, hogy gyakorlatilag fizikálisan nagyon-nagyon topon kell lenni. Tehát itt gondolom már a kisgyerekeknél is ezt meg kell alapozni, viszont ha nem lesz meg ez az alap, akkor viszont már nem lehet belőle sikeres vízilabdázó. Persze, megvan az a korosztály, hogy meddig lehet a gyerekeknek fejleszteni, főleg az érrendszerüket, a tüdőkapacitásukat, és hát meg kell kapniuk a komoly terhelést már ebbe a pici korba is. Most előbb persze csak a technikai dolgok után, miután azok megvannak, utána már kőkeményen kapják a terhelést. Például ezeknek a gyerekeknek évközben 6 vízi edzésük van naponta, 1-2 szárazföldi mellett, plusz hétvégén a mérkőzések, tehát minden nap vízilabda van. Ez nagyon komoly, azt gondolom, hogy ehhez kitartás is kell. Mennyire van meg ezekben a mostani korosztályokban ez a fajta kitartás, ami ehhez kell, hiszen ez nagyon-nagyon kőkemény elhatározás, és szerintem biztos sokszor van, amikor fájnak is az izmok. Persze azért van, hogy elfáradnak a gyerekek, mi ekkor azt észreveszünk, és akkor egy kicsit lazítunk az edzéseken, de egyébként az, hogy sikeresek vagyunk, és mégiscsak egy labdásportról van szó, ez egy motiváció, és a gyerekek egyébként is imádják a vizet, úgyhogy ilyen szempontból szeretnek hozzánk jönni. Meddig maradtok itt egyébként, meddig láthatnak itt benneteket a strandra látogatók? Pénteken délelőtt még edzünk, és akkor utána megyünk haza. Hát azt látom, hogy nagyon-nagyon nagy elánnal vetették bele a gyerekek magukat a vízilabdába, és az látszik, hogy szeretik, úgyhogy minden remény megvan arra, hogy látunk még ezek közül a srácok közül valakit, esetleg magasabb szinten, akár a válogatottban is. Persze, minden remény megvan. Az idősebb korosztályban nagyon sok korosztályos válogatott játékosunk van. Például most az előző világversenyen volt az U15-ös Európa-bajnokság, ott volt közülünk egy, ő volt a csapatkapitány a válogatottnak, Vasz Roland.